Tehát Jézus Krisztus az idő kezdetétől létezik, és jelenlétét egészen a teremtés történettől. Teremtés történettől kezdve láthattuk. Végig volt az egész történelem során. És a valóságos, az emberi alakban való messiás eljöveteléről és a hatalmas isteni szabadításáról már a bűnbeesés pillanatától kezdve proféciák szóltak és ígéretek. A Biblia tele van Krisztusra mutató képekkel és szimbólumokkal, de ugyanakkor ígéretekkel és proféciákkal, de meglátjuk azt, hogy az ő személyes jelenlétét is felfedezhetjük az írásokban. És az egyetlen célom ezzel az egész történettel és az egész tanítással nem az, hogy egy ilyen történelmi vagy ilyen mély teológiai dolgokba menjek bele, amit nem ért senki, hanem csak arra szeretnék rávilágítani, hogy sokszor az Ószövetséget azt így bekategorizáljuk, hogy igen, az egy nagyon régi, az a zsidóknak történelme Isten, és az nem is igazán, de nekünk szól, nekünk az új szövetség szól, abban van Jézus, de ne felejtsük el azt, hogy Isten az egy szent háromság, és a világ kezdetétől szent háromságként létezett. Jézus mind a kettőben jelen volt. Emlékeztek, hogy mutatkozott be Mózesnek ott a csipkebokornál? Azt mondta, hogy én vagyok. Így definiálta magát, hogy én vagyok. És van egy történet az Új Szövetségben, amikor Jézus egyszer vitatkozott a farizeusokkal, és akik váltig állították, hogy ők mekkora hatalmas és büszke leszármazottai Ábrahámnak, és erre Jézus mondta neki, hogy igen, tehát Ábrahám annyira boldog volt, és örült, hogy meg fogja látni azt, hogy én eljövök közétek. És akkor, és hogy meg is látta, és hogy mennyire örült, és hogy teljesen fő voltak háborodó, hogy mi csoda, tehát hogy gondolsz te ilyet, hogy Isten káromlással kezdték egyből vádolni, és meg akarták ölni. És mire Jézus így válaszolt nekik, ez a János 8:58-ban egyébként, hogy Jézus felelt, igazán mondom nektek, mielőtt Ábrahám megszületett, én vagyok. Ugyanaz a bemutatkozás, ami Mózesnek elhangzott ott a csipkebókorban, Jézus ugyanígy mutatkozott be itt, amikor itt volt, jelen volt. És Jézus végig jelen volt, szervesen összekapcsolja a két szövetséget, és az új szövetségi események az ószövetség nélkül nem is tudnánk megérteni. Az ígéretek, a proféciák, azok mind az ószövetségben hangzottak el, és az új szövetségben teljesedtek be. Úgyhogy, sőt, tovább megyek, hogy pontosan azért, mert az Ószövetségben elhangzott ígéretek, azok mind beteljesültek az Új Szövetségben, ezért én bátran rámelek állni, és mindenkit biztatok, hogy álljunk rá azokra az ígéretekre, amiket Jézus tett. És ugye majd ki fogok tekinteni, vagy néhány kapcsolódó rész lesz, a Jelenések könyve sorozatunk fut jelenleg a másik ágon, vagyis hát a fő sodron. Tehát Attila egy a Jelenések sorozatát viszi, és gyakorlatilag ezért bízhatunk azokba az ígéretekbe is, amik a jövőnkre vonatkoznak, mert láttuk, hogy minden ígéret beteljesült, ami a múltban lett kijelentve. Isten ígéretei azok egytől egyig, ma is, az én életemre nézve, és te életedre nézve is mind érvényes. Na, de térjünk vissza Mózeshez. Ugyanis maradunk Mózesnél, nem ugrunk most az időben, nem tudom, néhány 10 vagy 100 évet, hanem maradunk Mózesnél, és megnézzünk ismét egy olyan történetet, ami a tényleges történésnél, és aminek a jelentése az túlmutat a valódi eseményeken. Sokkal nagyobb a jelentősége. Az egyiptomi szabadulás történetét, ugye ami azon túl, hogy a zsidó nép történetének az egyik legfontosabb eseménye, de mégis valójában ez az ószövetségi írások legfontosabb proféciai üzenete. A szabadítás üzenete. És ez meg fogjuk látni, hogy nem csak a zsidó népnek, hanem mindannyiunknak. A szabadulás felé vezető első lépés ugye az volt, hogy Isten, nevezzük Jézus, megjelent az égő csipkebokorban, és úgy, mint vagyok, bemutatkozott, és ezt mondta Mózesnek. Akinek van Biblia esetleg, vagy applikáció, most a kettő Mózesben leszünk elég sokat, a 2 Mózes 3:8-tól olvasom. Azért szálltam le, hogy népemet megszabadítsam az egyiptomiak hatalmából, kihozzam abból az országból, és elvezessem őket a tejjel és mézzel folyó földre. Ezért most elküldelek téged a fáraóhoz. Indulj el, menj és szabadíts ki népemet Izraelt Egyiptomból. De ki vagyok én, szabadkozott Mózes, hogy a fáraó elé merészkedjem, és kiszabadítsam Izrael népét Egyiptomból. Isten így válaszolt, én leszek veled. Na most ezt a történetet nem fogom egészet felolvasni, ez a lényege az elkövetkező két fejezetnek. Gyakorlatilag ez egy hosszú párbeszéd Isten és Mózes között, és Mózesnek ebben a történetben megfigyelhető hozzáállását alapvetően
Ha van erre egy jó magyar kifejezés, vagy szólás, vagy közmondás, nem is tudom, hogy jó kifogás sose rossz, avagy nem akarásnak nyögés a vége. Ugye itt ezt a hozzáállást látjuk Mózes részéről. Mózes bizonygatja, hogy ő nem tud, meg hát hogy is gondolta, meg hogy túl félénk, meg amúgy se fog neki hinni senki, meg hát hogy jön ahhoz, hogy a fáraóhoz menjen. Ja, meg még beszélni se tud nagyon. Szóval hozza ezeket a tök jó érveket, hogy miért is gondolta ezt Isten rosszul, hogy őt hívta el erre a feladatra, és minden azon majd küldjön mást. Küldjél légy szíves mást. Én nem vagyok erre alkalmas. És ilyenek vagyunk, amikor ki kell lépnünk a komfortzónánkból. Mi is elkezdjük hozni, hogy miért nem. Ugye? Miért nem? Miért nem lesz az jó? Miért is rossz elgondolás ez? És az Úr látja, hogy itt bizony bátorításra lesz szüksége. És mi vajon hogyan bátorítanánk Mózes, vagy hogyan bátorítunk bárkit, aki arra szorul, hogy bátorítsuk, hogy erősítsük. Ugye hát mondhatnánk azt Mózesnek, hogy de, hidd el, tök jó vagy Mózes, bíz magadban, hát meg tudod csinálni, hát mekkora jó vagy. Tehát ott éltél a fáraó udvarában, olyan jó beszédeket mondtál, kicsit feleleveníted, és menni fog, hát bíz magadban. És ezek tök jó kis bátorítások, nem? Tehát... De Isten az nem így bátorít. Nézzük, hogy csinálja Isten. Ő annyit mond, hogy én leszek veled. Isten nem a magabiztosságunkat akarja növelni, hanem az Isten biztosságunkat. Az, hogy nem azt akarja, hogy magunkban bízunk, és felspanoljuk magunkat, hogy de jók vagyunk, hanem egyszerűen azt akarja, hogy bízzunk ő benne. És Isten a végén már mérges volt Mózesre, mert addig ellenkezett, de nem azért szólt, vagy arra szólt az ő mérgessége, hogy ilyen önbizalom hiányos volt Mózes, hanem Isten bizalom hiányos volt. Nem bízott Istenben. És nézzünk szembe mi is a saját félelmeinkkel, hogy életünk melyik területein makacskodunk esetleg az Úr elhívása ellen. Van-e esetleg ilyen, hogy az Úr indít valamire, de mi elkezdünk makacskodni. Hozzuk ezt az Úr elé, és nem magabiztosságot kérjünk, hanem valódi, megingathatatlan, ő belé gyökerező Isten biztosságot. És nézzétek, Pál is ezt mondta a Filippi 4:13-ban, hogy megtanultam, hogyan nézek szembe bármikor, bármilyen helyzettel, mert mindenre van erőm Krisztus által, aki engem megerősít. És Mózes végül elhitte és elindult hitben. És a második lépés így a szabadulás felé vezető úton az volt, hogy ki kell a célokat hirdetni. Isten elmondta ugye Mózesnek, hogy mi a szándéka, Mózes pedig elindult Egyiptomba, és végül csak kisírt magának egy kis segítséget, tehát az Áron azért csatlakozott hozzá, hogy na akkor mégis, tehát Isten azért kompromisszumokra hajlandó és hajlamos. Úgyhogy szóval kettesbe elindultak vissza Egyiptomba, és ott beszéltek az izraeli vénekkel, a zsidó vezetőkkel, és hát ők elég gyorsan ráálltak a témára, bíztak benne, oké, gyerünk, csináljuk. Tehát őket viszonylag könnyű volt meggyőzni. Igen ám, de most jött a nagy falat, ezt el kellett mondani a fáraónak is. Hát ő már... 2 Mózesben vagyunk még mindig, a 4:22. Így szól az örökkévaló. Izrael az én fiam, elsőszülöttem. Megmondtam neked, hogy engedd szabadon a fiamat, hogy imádhasson engem. Ez volt Isten üzenete a fáraónak. És ebből a egy-két sorból gyakorlatilag ami feltűnik nekem, hogy Isten Izraelt gyermekének, sőt az elsőszülött fiának nevezi, annak minden kiváltságával és különleges jelentőségével. És ezáltal pedig Izrael atyának, apukájának hívja önmagát. És mit tesz egy apuka, hogyha gyermekét valaki bántja? Hát oda megy, és biztosít mindenkit arról, hogy nem érdemes az én kisfiammal packázni. És ezt jegyezzük meg mi is. Mekkora már, ez a mi státuszunk. Ez a mi státuszunk is, Isten a mi mennyei apukánk. Úgyhogy ne packázzon velünk senki. Ugye, mint a ilyen jó kis óvodások, hogy figyelj, szóljak apukámnak. És ez mennyire biblikus. Úgyhogy vegyünk róluk példát. Isten a mi mennyei apukánk, és komolyan tanulhatunk ezektől a kisgyerekektől, hogy mennyire bízunk ő benne. És Isten többször is szól.
a fáraóhoz. Engedd szabadon népemet, hadd menjenek a pusztába, hogy ott ünnepet tartsanak nekem. És Isten jelek és csodák és egyre keményebb és szörnyűbb csapások által próbálta jobb belátásra bírni a fáraót. Engedd szabadon népemet, hogy áldozzanak nekem a pusztában. Engedd szabadon népemet, hogy imádjanak engem. Na most itt álljunk meg egy picit. Ugye Isten azt mondta, hogy ki fogom szabadítani a népemet. Azért jöttem, hogy elhívjam és kihozzam őket, és megszabadítsam. És itt meg végig azt mondja, hogy engedd szabadon, hogy áldozzanak nekem a pusztában, engedd szabadon, hogy imádjanak engem. Most akkor ez csak egy ilyen fedő sztori? Tehát, hogy mondjuk azt a fáraónak, hogy ne, csak kimegyünk kicsit imádni, vagy kicsit ünnepelni, aztán majd jó, elfelejtünk visszajönni. De én Isten nem úgy ismerem, mint akinek szüksége van a fedő sztorira, vagy egy ilyen kitalált kis álcára. Ha viszont ez nem mellébeszélés, ez nem egy fedő sztori, akkor azt kell meglátnunk, hogy ami a szabadsághoz társul, az nem csak egy egyszeri ünnep, az nem csak egy egyszeri imádás, nem csak egy egyszeri áldozás, hanem mostantól kezdve mindig. És ebből a nézőpontból nézve kezd egy kicsit más kép kirajzolódni a szabadságról. Az Isten szerinti szabadságról. Ugye emlékeztek, milyen kép ugrott be az elején? Tehát ott állunk, fúj a szél, kezünket széttárjuk, és sehol senki körülöttünk, a nagy nyitott mező, vagy az a bizonyos út, és száguldozunk egyedül. Na hát ezt felejtsük el. Az Isten szerinti szabadság az nem ilyen. Nem én egyedül, hanem az Istennel, és az ő népével együtt, mint egy család. És Isten szabadságra hív minket egy a vele való folyamatos jelenlétbe, és őt szolgálva, és őt imádva. És valójában a szabadság és Isten jelenléte és a szolgálat az kéz a kézben jár. A szabadság az nem minden kötelezettségnek az eldobás, és nem minden felelősségnek a nem felvétele, hanem felszabadulva atyánk házába élni, és őt szolgálni. Erre lettünk teremtve, ez a valódi identitásunk, és ez az, ami milyen állapotunkból a bűnt kitaszított. De Isten ebbe akar minket visszahívni. És lehet, hogy az a furcsa gondolat támad most bennetek, már eret neki gondolat, hogy na, álljunk csak meg egy picit. Tehát Isten kiszabadít minket a rabszolgaságból azért, hogy őt szolgáljuk, és imádjuk, és hajbokoljunk neki. Tehát ez tényleg már ilyen... Most akkor mi a különbség? Tehát ez már ilyen eret neki gondolatok fogalmazódhatnak meg a fejünkben. De hogy akkor mégis mi a különbség? És hagyd magyarázzam ezt meg. A helyzet az, hogy nekünk valakit mindenképpen szolgálnunk kell. Mi szolgálók vagyunk. És amit a világ Isten nélkül szabadságnak hirdet, az valójában rabszolgaság. A bűn és az ördög szolgálatában. És ez lehet, hogy keményen hangzik. De lássátok meg a párhuzamot. Isten, Izrael rabszolgasága, a terhek, az elnyomás, a szenvedés, az nem csak egy történelmi óra számunkra, hanem ezek mi vagyunk. Tehát ez mi rólunk szól, ez a mi történetünk. Ez rólunk szól. János 8.34-ben ezt olvassuk Jézus szavait, hogy igazán mondom nektek, ha valaki bűnben él, az a bűn rabszolgája. A rabszolga nem marad örökre a családban, csak a fiú. Ezért, ha a fiú megszabadít titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Látjátok? Mi rabszolgaságba születtünk. Mi a szellemi Egyiptomba születtünk, úgyhogy rabszolgák voltunk. És mit csinál egy rabszolga? Mit csinál egy rabszolga? Biztos látott mindenki, tanultátok is, meg láttatok esetleg dokfilmet, vagy bármilyen ismertetőt erről, hogy láttátok Egyiptomban ezeket a hatalmas monumentális épületeket, hogy építették fel sok száz, sok ezer rabszolgával, húzták, kötelekkel vontatták azt a rengeteg hatalmas nagy kőtömböt, meg téglát vertek, és cipelték, amíg a lábuk bírta nap után. Gyakorlatilag ez a rabszolgaság. És ha lelassultak, vagy nem bírták a tempót, akkor mindjárt ott termett egy ilyen marcon a legény, és elkezdte őket csapkodni, igaz? Nem volt egészségbiztosítás, nem volt rabszolgaszakszervezet, nem volt TB, nem volt nyugdíj, nem volt semmi. Addig dolgoztak, amíg csak meg nem haltak. És ha meghaltak, akkor egy könycseppet sem hullattak értük, mert értéktelenek voltuk. És a világtól ugyanezt kapod.
A világtól ugyanezt kapod. Nem fog egy könycseppet se hullajtani utánad. Ki facsar, ki zsarol mindent, amit tudsz adni, és utána el leszel dobva. A rabszolga soha nem fog örökölni semmit. De van egy másik opció. Istent szolgálni. És a jó hír az, hogy ez a szolgálat, ez nem egy rabszolgaság. Ő ugyanis nem rabszolgákat akar, hanem gyerekeket, fiúkat és lányokat, akik önként, szeretetből szolgálják őt. És ez egy szabadon választott, valójában nagyon is megtisztelő feladat. És ezt úgy tudnám nektek elmesélni, hogy néha, nem gyakran, de ritkán szerelgetek, barkácsolgatok otthon. És erősíts meg, légy szíves. És tehát ilyenkor, ahogy elkezdek valamivel foglalatoskodni, tehát egy-két gyerek mindjárt ott terem körülöttem. És elkezdi, apa, mit csinálsz? Hát ezt is ezt szerelem. Segíthetek? Persze segít, és adok neki is egy kis szerszámot, vagy kis eszközt, és akkor annyira boldog, hogy ott lehet, hogy együtt lehet velem, hogy csináljuk, hogy hasznos feladata van. De ami talán életszerűbb, egészség. Tehát ami talán életszerűbb, hogy aki már volt nálunk, az tudja, hogy viszonylag szép kis gyepünk van a kertben, szép fű. Ez viszont azzal jár, hogy tehát azon túl, hogy műtrágyázni, gyomírtózni, stb. De folyamatosan fűnyírásról szól az egész dolog. Tehát ezt 5 naponta hivatalosan fűnyírozni kell. Ezt most kitoltam egy hétre, de tényleg ez a vége. Tehát egy hetente minimum le kell nyírni a füvet. És ahogy beindítom a fűnyírót, és nekiállok ennek a munkának, a Dani, a legkisebb fiam, ő már 2 éves korától gyakorlatilag az volt, hogy ahogy meghallotta a fűnyíró hangját, ott termett, szaladt a szerszámos kis épületbe, elővette az ő kis piros műanyag fűnyíróját, és én toltam a fűnyírót, és ő megjött mellettem, és ő is tolta. Ő bekapcsolta az én fűnyíromat, én bekapcsoltam az övét. És jött, és boldogan csinálta. És amikor elkészültünk, így végignéztük a füvet, hogy ó, ezt a szép egyenletesre vágott zöld gyepet, és akkor azt mondja, ugye milyen szép apa? Igen. Ugye milyen ügyesek voltunk? Igen, ügyesek voltunk. Ilyen, ami mennyei apukánkat szolgálni, bevon minket a munkába. Hagyja, hogy ott toljuk mellette ezt a kis piros műanyag fűnyírónkat. És a végén vele együtt élvezzük a munka gyümölcsét. És ez olyan jó, hogy a részei lehetünk. És szerintem ez az igazi boldogság, ez az igazi szabadság. És ennek a szabadságnak azonban ára volt. Amikor elérkezett a megfelelő idő, az Úr, a vagyok, aki mutatkozott be az égő csipkebokorban, testet öltve eljött közénk, és bemutatta az árat, amit hajlandó értünk kifizetni, hogy megváltson minket ebből a rabszolgaságból. A Márk 10 ezt írja, hogy a Márk 10:45. Az emberfia azért jött, hogy életét váltságdíjul adja, és ezáltal sokakat megmentsen. Isten, aki ezt mondta Fáraónak, engedd el a népem, ő a saját vérével fizette ki a váltságdíjat a szabadságunkért. És említettem, hogy a Fáraót és Egyiptom népét elkezdte Isten csapásokkal sújtani. Ugye, hogyha más nem is hallottál a Bibliáról, illetve nagyon keveset tudsz a Bibliáról, na, egy dolog biztos ismerős, tehát ez a 10 csapás. Tehát ez annyira híres ez a történet, ez a 10 csapás. És lehet, hogy furcsán fog először hangzani, de valójában a csapások is értünk szólnak, értünk történnek. Isten kegyelmének a jele. És ez lehet, hogy furcsán hangzik. Meg hogy csapás, meg Isten szeretete, hogy fél meg egy sorba, egy mondatba. De valójában a csapások által Isten el akar minket érni. Én azt látom, hogy az emberiség ma manapság már oda jutott, hogy teljesen felfúvalkodott a szívünk, teljesen önzők és magunk körül forgunk, és mindent természetesnek veszünk, mindenhez jogunk van, mi vagyunk az életünknek az ura. Bizonyára gyakran hallottok ti is, meg látni tudósításokat a harmadik világból esetleg valami természeti katasztrófa, vagy valami nagy csapás esetén. És mi az, amivel első blikre szembesülünk? Mi az az érzelem, mi az az emberi érzelem, amit látunk ezeken az embereken? Az, hogy sírnak és jajgatnak, és a szomorúság az elsődleges. És mi az, ami esetleg egy modern, egy gazdag, tehát a nyugati világban történő katasztrófa után látunk.
mi az az elsődleges emberi érzelem, amit a nyugati ember produkál, vagy amit kivált belőle? Az a megrökönyödés, a sokk. Hogy ez hogy történhetett meg itt? Hogy történhetett meg ez pont velünk? Jogunk van az egészséges élethez, a biztonságos élethez, a jómódhoz, az anyagi biztonsághoz, a szociális biztonsághoz, meg mindenfajta biztonsághoz jogunk van. És ha sérül valamelyik jogunk, akkor teljesen felháborodunk és lázadunk. Hogy történhet ez meg itt? Ez velünk? És a csapások, azok Isten nagyságát mutatják, minket pedig alázatra nevelnek. Kérdezed azt, hogy milyen Isten az, aki csapásokkal sújt valakit, akit szeret? Hát olyan Isten, aki mindent megtesz, hogy végre észrevegyed őt, és meglásd őt. Elmítettem, hogy lesznek ilyen kis összekapcsolások a Jelenések könyve sorozattal, és annyira furcsa, hogy a Biblia legelejéről, az Ószövetség legelejéről és az Újszövetség legvégéről két ellentétes pólusa a Biblián, de annyira egybevág. A Jelenések 3.19, ez a pont legutóbbi tanításban elhangzott az ige. Akit én szeretek, azt helyreigazítom, megfegyelmezem, sőt megfenyítem. Ezért teljes erővel igyekezz, változtasd meg szívedet és az életedet. A legtöbb ember, ami nem esik hanyatt, addig nem néz fel. Isten pedig azt akarja, hogy nézzünk fel. Hogyha olyan áron, hogy hanyatt esünk, akkor hanyatt fogunk esni. A csapások azok Istennek az ébresztője, a figyelem felhívása. És nézd, jelt adok neked, amelyből megértheted, hogy én vagyok az örökkévaló. És akkor elindulnak. Elindulnak a jelek és a csapások. Ugye első jelként Mózes botja, az kígyóval változott. De ezek a jelek nem értek célba, tehát nem hatotta meg igazán az egyiptomi fáraót. És utána pedig ténylegesen elindultak a csapások. Az első csapás volt, hogy a Nílus és minden víz Egyiptomban vérré változott. A második csapás, hogy békák özönlötték el Egyiptomot. Hemzsegtek mindenütt, ezek a nyálkás, guztustalan kis jószágok, akik esetleg szeretik a békát, azoktól elnézést kérek, de amúgy nem egy guszta kis jószág. És az érdekes, hogy eddig ezeket a csapásokat és ezeket a csodákat meg tudták tenni a fáraó szolgálatában álló varázslók is. És a fáraó továbbra se hatódott meg, hogy jó, hát ezt ők is megtudják, akkor ez nem akkor nagy cucc. A harmadik csapás, a szúnyogok. Ki az, aki szereti éjszaka lefekvéskor, ha egy szúnyog bejön, na gondoljátok el, hogy egy millió. És ebben lenni, mikor egy egész országot elöntenek a szúnyogok. A negyedik csapás a bögyök. Na hát az még egy szép kis állat. Kisleg strandon csípett már meg valakit, bögöly. Az ötödik csapás a háziátok pusztulása, a dögvész. A hatodik csapás a fekélyek. Fekélyek kínoztak mindenkit. A hetedik csapás az a pusztító jégeső volt. Mindent elvert, és mindenkit megölt, aki kín volt a szabad ég alatt. A nyolcadik csapás viszont a sáskajárás. Tehát amit nem vert el a jég, az jöttek a sáskák, és letaroltak mindent. Tehát egyszerűen élhetetlen lett már egy az Egyiptom. És a kilencedik csapásként pedig Isten sötétséget bocsátott egész Egyiptomra. De olyan masszív és tömör sötétséget, hogy szinte tapintható volt ez a sötétség. Az emberek féltek és rettegtek. És közeledünk a tizedik, a végső csapáshoz. És már az egyiptomi fáraónak a varázslói mondták, hogy Uram, nézd meg, ezt már nem tudjuk megcsinálni, ez egy isteni hatalom, ez Istennek az újja. Miért nem veszed észre? És minden egyes csapásnál jött még a kérdés, hogy meddig húzod, halasztod még, hogy meghajolj előttem. És ez ma is szól neked, aki még esetleg ellenállsz a szeretetének. Meddig húzod, halasztod még? Ugyanezt a vágyát látjuk Istennek Ámósz könyvében. Nem tudom, olvastam valaki már Ámósz könyvét? A negyedik fejezetben, ugye egy 1000 évvel később járunk már Izrael történetében, és ugyanilyen csapások érik Izraelt. És ugyanez a visszhangzó, fájdalmas kiáltás hangzik el minden egyes csapás után, hogy de mégsem fordultatok vissza hozzám. Néhányat felolvasok belőle, tényleg csak egy párat kiragadva. Ezért éhínséget küldtem rátok minden városba, hogy még kenyér sem maradt házaitokban, de mégsem fordultatok vissza hozzám. Ezt mondja az örökkévaló.
kertjeitek és szőlőtek termését betegségekkel pusztítottam el, füge és olajfájtokat lerágták a sáskát, mégsem fordultatok vissza hozzám. Betegségekkel veletelek meg titeket, járványokkal, mint egykor Egyiptom lakóit, mégsem fordultatok vissza hozzám. Ez szerető édesapa fájdalmas kiáltása ez. Isten azt szeretné, ha a csapások hatására végleg magunkhoz térnénk, és észrevennénk őt. És a Biblia legvégén, a Jelenések könyvében szintén elhangzanak, és megtörténnek ilyen csapások, amik az egész földet sújtják. És az Egyiptomot ért csapások, az szerintem ezeknek a végső csapásoknak az előképe. De minden egyes csapásban kirajzolódik Isten kegyelme, mert minden egyes csapás után ott van a lehetőség a megtérésre, ott van a lehetőség az alázatra, és hogy hozzáforduljunk, és bűnbánatot tartsunk. A csapások és katasztrófák azok Isten kegyelmének a jele, az életünkben is, és alázatra indít. És egy ausztrál pásztor, Scrivenert hagy idézzek nektek, aki annyira szépen megfogalmazza, hogy az alázatra indító csapások egészen addig fokozódnak, míg végül csak egyetlen menedék marad. A bárány vére. Mintha Isten oda akarna beterelgetni minket csapásokkal, és mindenféle eszközzel és módszerrel. Oda akarna, mint egy tyúkanyó a csibéit beterelgetni a kereszthez. És az összes egyiptomi csapás ebbe az irányba mutat. A páska bárányhoz. És ez a tizedik csapás. Megérkeztünk ehhez. És ezt a hosszabb részt felolvasnám nektek. És már a 2 Mózes 12-ben járunk. Az örökkévaló ezt mondta Mózesnek és Áronnak Egyiptomban. Ezt a hónapot tekintsétek az első hónapnak. Ez legyen az első számotokra az év hónapjai között. Rendeljétek el Izrael egész közösségének. Ennek a hónapnak a tizedik napján minden családfő válaszol ki egy bárányt vagy kecskegidát a háza népe számára. Tehát minden háznépnek jusson egy-egy bárány. Ha a házban kevesen vannak ahhoz, hogy az egész bárányt együtt meg tudják enni, akkor csatlakozzanak egy szomszédos háznéphez, és együtt tegyék meg a páska bárányt. Ügyeljenek rá, hogy mindenkinek jusson elég a bárányból. A kiválasztott bárány vagy kecskegida épp és egészséges legyen, egyéves és hímnemű. Tehát hímnemű, épp és egészséges, nem holmi selejt, nem egy öreg, egy vacak, hanem a legszebb. A 6. hónap 14. napjáig gondosan őrizzétek, majd ezen a napon este, de még sötétedés előtt vágjátok le. Izrael egész közössége ugyanabban az időben vágja le a páska bárányt. Tehát az a bárány, amit a 10. napon kiválasztottak, és bevitték a családba, az 4 napig a családdal volt. És nem tudom, hogy van esetleg valakinek kis házi állata, Jussi, vagy mondanám, hogy hörcsök, de egy kis bárány, egy kis gyapjas, aranyos kis jószág, akit 4 napon keresztül ott simogatsz és babusgatsz, és veled együtt él, azt már, attól már fájdalmas megválni. De le kell vágni. A bárány vérét fogjátok föl egy edénybe, majd vegyetek belőle, és kenjetek rá annak a háznak az ajtó félfájára, meg a szemöldök fájára, ahol megeszik a páska bárányt. Ugrok a 11-es vershez. Amikor a páska bárányt eszitek, legyetek útra készen. Vegyétek magatokra az úti ruhát, kössétek meg az öveteket, sarutokat a lábatokon legyen, és botjaitok a kezetekben. Így egyétek azt nagy sietve, mert ez az örökkévaló páskája. Mert azon az éjjelen keresztül megyek Egyiptom földjén, és megölöm az egyiptomiak elsőszülött fiait és háziállataik elsőszülöttjeit is. Végrehajtom büntető ítéletemet Egyiptom összes istene fölött. Én vagyok az örökkévaló. A páska bárány vére megjelöli házaitokat és a benne lakókat. Amelyik házon látom ezt a vért, annak lakóit nem sújtom a halálos csapással, hanem elmegyek mellette, amikor átvonulok Egyiptom földjén, és lesújtok az egyiptomiakra. Mostantól fogva emlékezzetek erre a napra, és ünnepeljétek meg azt minden évben. Tartsátok meg a páska ünnepét az örökkévaló tiszteletére. Így legyen ez nemzedékről nemzedékre, örökre érvényes rendelkezés ez a számotokra. Tudták, hogy ezen az éjjelen minden háznak lesz egy halottja. Vagy egy halott bárány, vagy egy halott fiú. És amelyik háznak nem volt páska báránya,
akit feláldozzon, és akinek a vérével megkenje az ajtófélfát és a szemöldökfát. Ott meghalt a család elsőszült fia. A páska bárány volt a helyettesítő áldozat. Ő halt meg az elsőszülöttek helyett. Emlékeztek, mi volt Keresztelő János, ugrálunk itt az időbe. Emlékeztek, mi volt Keresztelő Jánosnak a feladata? Az, hogy készítse az Úr útját, egyengesse az Úr útját, és hirdesse az embereknek, az Isten fiának az eljövetelét. És a legmeghatározóbb pillanat az életének az volt, amikor szemtől szembe találkozott Jézussal. Eljött a pillanat, hogy bejelentse őt, akire várt, aki az egész élete erről szólt, hogy bejelentse és kihirdesse a mindenkinek, hogy íme az Isten fia, eljött az Isten fia. És hogy mutatta be Istent? Hogy mutatta be Jézus Krisztust az embereknek? Nézzétek, ő az Isten báránya, aki magára veszi az egész világ összes bűnét. Ez volt a legfontosabb és legkifejezőbb megfogalmazás és definíció Jézus Krisztusra, az Isten báránya. Krisztus a mi bárányunk. Pál is a korintusi levélben Krisztust a mi páska bárányunknak hívja. Ezt egyébként annyira jó szemlélteti, van Budapesten, a Rádai utcában egy Biblia múzeum. Nem tudom, hallott esetleg róla valaki? Senki. Mindenkinek ajánlom, hogy igen. Ajánlom, hogy egyszer menjen el, mert nagyon áldott egy hely. És ezúton köszönöm a Búza Laci barátomnak, hogy felhívta erre a figyelmet, és ajánlott ezt a helyet, és elmentünk múlt héten ebbe a múzeumba. És ezt úgy képzeljétek el, ez egy kicsi kis pince helységben lévő múzeum, de nagyon, nagyon áldott és nagyon szépen meg van csinálva. A központi terme úgy van kialakítva, hogy egy nagy könyvtekercset ábrázoló, ilyen hullámos válaszfal fut végig a terem közepén, és két félre osztja az egész termet. És a könyvtekercs első egyik oldala az Ószövetség. Az Ószövetség témáit mutatja be, és a szemlélteti különböző eszközökkel nagyon érdekes módon. És ahogy visszafordulunk a másik oldalon, az pedig az Új Szövetség. És ennél a történetnél van egy ajtó félfa, egy nagyon régi fából, talán Izraelből hozták, de tényleg egy sok száz éves ajtó félfa van ott kialakítva. Ugye ez jelképezi ezt a pillanatot, ezt az eseményt. És ennek az ajtófélfának a szemöldök fája, az kicsit hosszabb, és túlnyúlik. És átüti a tekercset. Átnyúlik a túloldalra. És amikor odaérsz az Új Szövetségben haladva, odaérsz ehhez a ponthoz, az a Golgotának az eseménye. És ez a páska bárány vérével megkent ajtófélfa és szemöldök fa, ez a Krisztus vérében folytatódik. Az igazi báránynak a vérével. Ott az igazi báránynak a vére folyt. És dicsőítő csapat, szerintem ide följöhettek most már, mert lassan rátérünk az úrvacsorára. Emlékeztek arra, hogy mikor volt Jézusnak a kereszt halála? Pont húsvétkor. Pont a zsidó húsvétkor. A páska ünnepen. Azzal az ünnepen, amit éppen ő maga rendelt el, hogy tartsanak meg nemzedékről nemzedékre mindörökké. És az ő halálott a kereszten volt az igazi szabadítás és megváltás. Az ő halála volt a valódi helyettesítő áldozat. Isten ítélete lesújtott, és ahogy a bárány vére Egyiptomban az ajtófélfára kenve megmentette a házlakóit, úgy nyújt nekünk egy végső megmenekülés és megváltást, a Jézus keresztfán kifolyt vére. És egy nagyon fontos dolgot vegyetek észre, és egy nagyon fontos dologra hagyj hívjam fel a figyelmet. Isten azon az éjszakán, amikor végigment Egyiptom házai között, nem nézett be egyik házba se. Nem nézett be, hogy ki van-e takarítva. Rendben vannak. Megcsináltak-e mindent, amit kértem. Jó emberek vagy rossz emberek vannak oda bent. Mit nézett? Hogy a vér föl van-e festve az ajtófélfára.
Ő csak ezt nézte. És ez így van most is. Isten nem azért fogad el, mert jó emberek vagyunk, nem azért fogad el, mert hajjajjaj, de szentek és tökéletesek vagyunk, vagy azért, mert itt ülünk mosolyogva szépen egy Isten tiszteleten, nem ezért fogad el minket. Nem tudunk olyan dolgot tenni, ami által méltók lennénk, vagy jogosultak lennénk Istennek a könyörületére. Ő egyetlen egy dolgot néz, hogy rajtad van-e a báránynak a vére. Mert ha igen, az ő szent fiának a drága vére rajtad van, meg vagy előve, akkor te így tökéletes vagy, és el vagy fogadva. Nem önmagadért, hanem azért, mert Jézusnak a vére ott van rajtad. A fia drága áldozata tesz téged is drágává, és kedvessé, és elfogadhatóvá. És ez nem rólunk szól, ez az ő halálának az érdeme. És hogy most hamarosan körbeadjuk a pászkát és a bort, vagyis hát a szőlőlét, szerintem Andiál is indíthatjátok. Hogy olvassam fel még egyszer ez a 14. verset a Mózes 12-ből. Mostantól fogva emlékezzetek erre a napra, és ünnepeljétek meg azt minden évben. Tartsátok meg a páska ünnepét az örökkévaló tiszteletére. Így legyen ez nemzedékről nemzedékre. Örökre érvényes rendelkezés ez a számotokra. És Jézus betartotta ezt az örök érvényű rendelkezést. Sőt, betöltötte a bárány, az igazi páska báránynak, a valódi páska báránynak a szerepét. És amit észreveszünk, hogy Jézus azon az utolsó vacsorán, ami elvileg a páska ünnep, a páska báránynak az ünnepe, ők nem készítették el a bárányt. Ők kenyeret ettek és bort ittak. Azért, mert Jézus tudta, hogy ő az igazi páska bárány. De ezt az örök érvényű rendelkezést, tehát így fogalmazott, hogy örök érvényű rendelkezést, tehát ez nem szűnt meg. Viszont azt mondta, hogy mostantól ez a kenyér az én testem, és a bor az én vérem. Ezt egyétek, és ezt igyátok, és rám emlékezzetek, az Istennek a szabadítására emlékezzetek. Azt parancsolta, hogy valahányszor esszük a kenyeret, és isszük ezt a bort, az ő halálát, az ő áldozatát, az ő szabadítását hirdessük. És most tegyük ezt. Vegyük a kenyeret, és vegyük a bort, és adjunk hálát, ami megváltónknak azért, hogy megszabadított, hogy valóban megszabadított. Amen. Drága édesatyám, Úr Jézus Krisztus, köszönöm neked ezt, hogy megérteted velünk az Ószövetségben leírt eseményeknek a valódi jelentését. Azt, hogy micsoda szeretet munkálkodik benned. Köszönöm azt, hogy az életedet adtad értünk, és köszönöm azt, hogy te haltál meg helyettünk. Köszönöm azt, hogy a te véred befed minket, és ezáltal lehetünk mi kedvesek az Atya előtt. Uram, azért imádkozok, hogy aki még nem hitte ezt el, nem fogadta ezt sajátjának, nem tért meg te hozzád, nem alázta meg magát. Uram, te annyi módon próbálsz elérni minket, ha kell csapással, de mind mögötte te szereteted rajzolódik ki. Azért imádkozom, hogy minél többen ezt vegyük észre, akik még nem hozták meg ezt a döntést, azok hozzák meg. És olyan jó, hogy te ezt elvégezted értünk. Réges-régen. És olyan jó, hogy ennek a jelentése az ma is ugyanaz, mint tegnap vagy azelőtt. És köszönöm, hogy tart még a kegyelem. Köszönöm, hogy még ebben élhetünk. És köszönöm, hogy lehet még megtérni hozzád. Kérlek, használj minket abban, hogy ezt hirdessük, és valóban hirdetni tudjuk. Uram, csak hálásak vagyunk, és dicsérjük a te nagy nevedet, mindazért, amit tettél értünk. Köszönjük a te áldozatodat, köszönjük a te véredet, és köszönjük, hogy a kereszten hoztál el megoldást és szabadítást nekünk. És köszönjük, hogy mind a mai napig áll ez a kereszt. Mind a mai napig rátekinthetünk, és megszabadulhatunk. Úr Jézus, légy áldott. Amen.